Sziasztok! Ez itt az új sorozat, a Honnan Ered legelső része. A Honnan Eredben megnézzük mindenféle dolog, legyen az tárgy, fogalom, állat eredetét. A mai nyitó epizódban megnézzük, hogy honnan ered a karácsony, honnan jött a karácsonyfa, valamint hogy hogyan lett trendi a műfenyő. A karácsony, mint téli ünnep, már az ókorban a keresztény vallás elterjedése előtt is létezett. Például ilyen volt a Római Birodalom téli napfordulóhoz közeli állami ünnepe, a Szaturnália ünnepség. Az ókori Rómában december 17 és 25 között tartották a földművelés istenének, Szaturnusznak ezt a nagy ünnepét. Ezen az ünnepen elfeledték a rangokat, a rabszolgákról lekerült a lánc, a cselédek együtt étkeztek uraikkal. Ezen a héten nagy táncos vigadalmat tartottak, tehát felhűtlen jókedv uralkodott. Sőt, azon kívül, hogy a mai karácsony időszakára esett az akkori ünnep vége, az ajándékozás is megjelent ezen az ünnepen. A családtagok mindenféle pici apróságokkal ajándékozták meg egymást. Ezután Aurelianus császár születésétől kezdve december 25-én tartották napistenük szülinapját, ami kötelezően részt kellett venni. A keresztények hiutát az jelentette, hogy ezen a napon kezdték el Jézus születését ünnepelni. Az ünnep napjának megválasztása sok problémát okozott, mert ebben az időben számos egymással ellentmondó nézet uralkodott Jézus születés napját illetőleg. Valakik szerint május 20, mások szerint november 25-e, de valakik szerint április 18 vagy 19 Jézus születésének napja. Volt egy olyan elképzelés is, hogy január 6-án született. A választás mégis december 25-ére esett, hogy ellensúlyozzák az e napon ünnepelt Mitrász és Sol Invictus legyőzhetetlen nap pogány ünnepét azzal, hogy bevezették Krisztusnak, a Sol Salutisnak, az üdvösség napjának ünnepét. Ezzel összefüggésben kapott új tartalmat Jézus születésének korábbi ünnepe, a vízkereszt is. Térjünk is át az újkorra. 1647-ben Oliver Cromwell betiltotta és illegálisra nyilvánította az összes karácsonyi ünnepséget, mert szerinte erkölcstelen mulatni ezen a szentnek tartott napon. Angliában a tiltást csak Cromwell halála után 1660-ban oldották föl. 16. században a reformáció új tartalommal töltötte meg a karácsony ünnepét. Az azelőtti templomi liturgia, szokásos vallási imádság a templomból elkezdett beköltözni a házakba. Az emberek elkezdték otthon tartani a vallási ünnepeket, így például a karácsonyt. Az ünnepekhez kialakultak mindenféle szokások, ilyen például a karácsonyfa állítás. A feldísztett karácsonyfa a karácsony ünnepének egyik szimbóluma. Karácsonyfa állításra először a 16. században a német-római birodalomban került sor. 18. században már egész Németországban szokás volt karácsonyfát állítani. Innen jutott el a 19. században előbb Ausztriába, majd egész Európába. A kivándorlókkal együtt az új világba, és így kezdett meghonosodni az egész nyugati keresztény világban. A karácsonyfákat kezdetben édességekkel és gyümölcsökkel díszítették fel. Később kezdett kibontakozni az üvegdíszek megjelenése. A karácsony megünneplése egyre inkább kezdett szokássá válni a nem vallásos családok körében is. A szeretet a béke ünnepeként, a vallásos keresztény rítusok egy részét átvéve. Magyarországon a szocializmus idején az állam törekedett az ünnep hangsúlytalanná tételére, vallási tartalmának eltörlésére. Ennek érdekében különösen az 50-es években nehezítették a karácsony ünneplését. Például karácsony másnapját munkanappá minősítették, az éjféli misék résztvevőit pedig besúgták. Sőt, hogy az emberek figyelmét eltereljék az ünnepről, változatos programokat kínáltak nekik. Hivatalosan fenyő ünnepé nevezték, és ezt az ünnepet egészen a rendszerváltásig az országházban ünnepelték. Napjainkban az európai zsidó keresztény kultúra körben a karácsony népszerű és sokakat érintő ünnepé vált, amely azonban családonként más-más jelentést hordoz. Műfenyőt először a németek állítottak az 1700-es évek végén. Akkoriban nagy üzemben ment arrafelé az erdőirtás, és sok helyen képtelenség volt igazi fenyőt beszerezni. Ezért találták ki a műfenyőt, ami akkor még fémrázzal ragasztott, zöld, festett libatollakkal imitálta a valódi fát. Mivel iszonyú tűzveszélyes volt, nem is terjedt el nagyon. Az igény azonban egyre nagyobb lett a műfenyőre. Főleg a 20. században, amikor a karácsony vallásos ünnepből egyre inkább az ajándékozás felé tolódott el. 1930-ban egy brit cég szabadalmaztatta a WC-kefét, ami egészen hasonló volt a ma használatoshoz, csak még nem műanyagból készült, hanem állati eredetű szőrt, például ló, ökör, sőt akár borszőrt is használt.
A WC kefe nagy üzlet volt, és 1930-ban jött a nagy ötlet. Ne csak a WC kefe nyelének végét borítsuk be sértékkel, hanem hosszú fadarabokat végig fessük zöldre, és gyönyörű műfenyőket eszkábáltunk össze belőle. Így jött létre tehát a WC keféből készült műfenyő. Amennyiben tetszett a videó és hasznosnak érezted, mindenképpen dobj rá egy lájkot. Ne felejtsd el megosztani és iratkozz fel. Ha esetleg van ötleted arról, hogy minek az eredetét nézzük meg a következő részben, akkor mindenképpen írd le a komment szekcióba. Találkozunk a következő videóban. Én Marci voltam. Sziasztok!